Sziasztok! Gábor vagyok, a házipék. Tartsatok velem, és üssünk közösen! Sziasztok! Üdvözöllek benneteket ebbe az újabb recept videóba. Nagyon-nagyon sokan írtatok nekem egy receptkéréssel, és általában a receptkéréseket nem mindig tudom teljesíteni, mivel heti egy videóra van lehetőségem, és a sok kérés heti egy videóban nem mindig fér bele, nem mivel ezt tényleg nagyon sokan kértétek, ezért ebbe a videóba teljes kiőrlésű cukormentes fánkok fognak készülni, ráadásul, hogy a farsanghoz is passzoljon, ezért reményeim szerint még egy szép szalagot is sütünk neki. Úgyhogy azt javaslom, tartsatok velem ebbe a videóba. Annyit érdemes tudni erről a receptről még mielőtt belevágunk, hogy az ezáltal készített fánkok rendkívül finomak és rendkívül lazák lesznek, ezért akár, aki nem is cukormentesen készíti, annak is el fogom mondani, hogy hogyan tudja a cukorpótlószert leváltani a cukorra, és cukrosan is elkészíteni a teljes kiőrlésű fánkot. Mindenképpen ajánlom nektek, hogy próbáljátok ki, aki még nem evett ilyesmit, próbáljon ki valami újat, mert rendkívül jó az ízvilág, és különösen az a bélzet, illetve foszlós. És még mielőtt elkezdem csinálni az első lépést, azelőtt még azt elmondom, hogy most ebben a videóban nem készítem el, de legutóbbi elkészítésnél megcsináltam egy teljes kiőrlésű lisztet tartalmazó pudingot, egy vanília pudingot csináltam hozzá, ami szintén nem tartalmaz hozzáadott cukrot, úgyhogy, hogyha gondoljátok és ki szeretnétek próbálni, akkor a videó leírásában részletesen természetesen a fánknak is a teljes receptje, illetve ennek a vanília pudingnak is a teljes receptje megtalálható lesz. Most pedig vágjunk bele a fánknak az elkészítésébe, amelynek az első lépése egy tangszongnak az elkészítése lesz. Úgy gondoltam, hogy aki cukorbeteg, még ilyen receptet nem hoztam neki, úgyhogy ti is ki tudjátok próbálni, és amúgy se árt a teljes kiőrlésű lisztnél, hogyha valami egy picit van, valami kis extra, amivel tudjuk lazítani a bélzetet, ez a tangszong pedig arra jó lesz, úgyhogy készítsük el. Nos, a tangszonghoz folyadékként szükségünk lesz tejre, a tejet én már ide belemértem a lábosba, illetve teljes kiőrlésű búzalisztre, aminek a gyanánt én most a magyar családellátónak a KBL 220-as megmentő megnevezésű teljes kiőrlésű királybúzalisztjét használom. Mindenféleképpen ajánlom, hogy ha van lehetőségetek, akkor az online shopból, aminek az elérhetőségét a videó leírásában megtaláljátok, illetve a terméknek az elérhetőségét próbáljátok ki, mert én úgy tapasztaltam, hogy magyar családellátónak ez a liszt az egyik legjobb lisztje. Tényleg ízvilágban olyat ad hozzá ehhez a fánkhoz, és például édes tésztákhoz, biztos vagyok benne, hogy nagyon jó, mert eddig édes tésztákhoz használtam, de hamarosan ki fogom próbálni kenyerekhez is, nagyon-nagyon finom. Hogyha nem ezzel a liszttel dolgoztok, akkor akár sima teljes kiőrlésű búzalisztet, és amit akár a boltban megvettek, el tudjátok készíteni a receptet, úgyis nagyon szuperül fog működni. Csak hogyha ízvilágba is tényleg olyat akartok robbantani, illetve állatba, akkor mindenféleképpen szerezzétek be ezt a lisztet. Nos, a tangszong elkészítése, ez az első lépés az lenne, hogy elkezdem a tejet melegíteni, de mivel a tejbe egy picit nehezen dolgozódik el a liszt, ezért most nem leszek kifejezetten szakszerű, és a hideg tejben elkeverem a lisztet, hogy ne legyen egyáltalán csomós az egyvelegem. Bár hozzáteszem, hogyha meleg tejhez van hozzákeverve, akkor is el lehet dolgozni, hogy ne legyen olyan csomós az egyveleg, de hát azért sok esetben, hogyha nők készítik a receptet, akkor nekik nincsen olyan erős kezik, hogy ezt olyan kitartóan tudják kevergetni. Ezért először meg lehet úgy is csinálni, igazából a pékségben is csináljuk úgy, hogy hidegen adjuk hozzá az összetevőket, és akkor a főzőberendezésbe indítjuk, és utána melegíti össze. Tehát most már bekapcsoltam egy közepes fokozatra a főzőlapot, és akkor
folyamatos kevergetés mellett igazából akár csak egy pudingot főznék, egy sűrű állagot fogok kapni, körülbelül egy 4-5-6 perc összefőzés után, bár ilyenkor, hogyha még hidegek az összetevők, amikor elkezdem melegíteni, akkor egy picit lehet, hogy hosszabb időt vesz igénybe, mint hogyha már a forró tejbe önteném a lisztet. Hogyha érdekel titeket, hogy mi is pontosan ez a tangsong eljárás, hogyha még nem ismeritek, akkor a fönn megjelenő információsávra kattintva el tudjátok érni azt a videót, ahol igazából ennek az eljárásnak a lényegét elmondom. Ahogy láthatjátok, körülbelül 2-3 perc múlva már elkezd sűrűsödni az egyvereg, de még ilyenkor egy picit tovább kell dolgozni, és még egyszer ennyi ideig körülbelül még összefőzni folyamatos keverés mellett. Ilyenkor már fontos, amikor elkezd sűrűsödni, hogy folyamatosan keverjük, nehogy leégjen az edénybe. Most, ahogy mondtam, egy 5-6-7 perc összefőzés után megkaptam a nagyon szép eredményt, most már le is állítom a főzőlapomat, meg egy picit keverek rá, hogy le ne égjen, és akkor mutatom nektek is az állagot. Tehát egyelőre a főzés után egy ilyen sűrűbb állagot kaptunk. Ez még jobban fog sűrűsödni természetesen a hűtés folyamán, mivel mielőtt ezt az egyvereget még felhasználjuk, ezelőtt természetesen szobahőmérséklete vagy legalább langyosra kell hűteni. Hogyha gyorsan szeretnétek hűteni, én azt szoktam csinálni, hogy a csapba engedek hideg vizet, és akkor a hideg vízbe beleállítom lefedve a lábost, mire kimérem az alapanyagokat, addigra általában ez is meghűl, tehát igazából olyan különösebben plusz időt, plusz munkát nem fog igényelni a dolog. Rendben van, a tangsong keverék meghűlt. Lássuk is, hogy hogy néz ki. Szobahőmérséklet, illetve, ahogy mondtam, lehet enyhén langyos is. Ahogy láthatjátok, most már egy sokkal fogósabb állagot vett fel. Ezt a tangsong keveréket, ezt hozzá fogom adni a lisztemhez, ami szintén a KBL 220-as jelzési megmentő megnevezésű teljes kiölésű királyhúzaliszt, és ahogy a korábbiakban elmondtam, sima teljes kiölésű búzaliszttel lehet pótolni. Tehát a liszthez most hozzáadom a tangsongot, amit korábban elkészítettem. Rendben van. Következő lépésként a többi összetevő, mehet hozzá a só. Nos, édesítés gyanánt a Dia Wellnessnek a cukorhelyettesítőjét használom. Nagyon finom, nagyon jó ízvilágot ad a tésztának, és nincsen mellékíze a fogyasztáskor, ezért inkább ajánlom, mint az bármi egyéb cukorhelyettesítőket. 1:4 arányba lehet felhasználni, ami azt jelenti, hogy a cukor mennyiségének az 1/4 részét kell ebből a cukorhelyettesítőből felhasználni. Tehát a képernyőn láthatjátok a cukorhelyettesítő mennyiségét. Hogyha cukorral szeretnétek elkészíteni a receptet, mert nem követtek cukormentes diétát, de ki szeretnétek próbálni ezt a teljes körülési fánk receptet, akkor a megadott mennyiségnek a 4-szeresét adjátok a cukorból hozzá. Akik viszont cukormentesen étkeznek, ők használják ezt a Dia Wellness cukorhelyettesítőt. Rendben van, jöhetnek a nedves összetevők. Tojás. Következő nedves összetevő, sütőrum. Illetve nem feltétlen muszáj sütőrumnak lennie, azért mondom, hogy sütőrum, mert lehet sima eredeti rum is. Csak az lényeg, hogy ne legyen kifejezetten fűszerezett, ízesített, mert az ízesített rumoknak az ízük az kiérződhet nagyon a fánkba, de hogyha nincsen ízesítve a rum, azért ajánlom a rumot, mert annak annyira nem érződik ki, sőt egyáltalán nem érződik ki az íze a fánkban. És igazából a rumnak a lényege, hogy rumban lévő 40% alkoholtartalom gátolja, hogy a fánk tészta meg tudja magát szívni olajjal. Ezáltal nem lesz olajba tocsogó a fánkunk, hanem nagyon finom végeredményt fogunk kapni. Meg szoktátok kérdezni, hogy a rumot azt lehet-e pótolni rumaromával? Nem. A rum az nem ízesítés szempontjából kerül bele, ahogy elmondtam, hanem azért, hogy az alkoholtartalma meggátolja az olajnak a felszívódását a tésztában. Tehát ezért a rumaromának ilyen jellegű szempontból nem lenne a megfelelő hatása, hogyha azzal akarnátok pótolni.
Természetesen más 40% körüli alkoholtartalmú alkoholt is föl lehet használni, viszont arra figyelni kell, hogy az íz, hogyha nem rumot használtok, akkor lehetséges, hogy kiérződik a tésztába, ami nem minden esetben negatív, mert vannak olyan jellegű finom házi pálinkák, illetve pálinkák, amik nagyon jó ízt adnak a tésztának, de nem mindenki szereti, ezért inkább rumot ajánlom. Amit még fontos megemlíteni, hogy az alkoholtartalom az a sütés folyamán teljes mértékben távozik, tehát nyugodtan gyerekek is fogyaszthatják, ettől nem kell félni. A rum melletti másik folyadék nem más, mint a tej. A tej az legyen langyos, illetve, amit még nem mondtam el, az összes többi összetevő legyen szobahőmérsékletű, tehát tojásokat is 1-2 órával már a dagasztás megkezdés előtt vegyük ki a hűtőszekrényből, illetve az összes összetevőt, hogy ne hűtsük a tésztát. A tej az lehet langyos, illetve a tejbe belemorzsoltam a friss élesztőnek a teljes mennyiségét. Ahogy láthatjátok, már elkezdett felfutni az élesztő. Most cukrot nem adtam hozzá, úgyhogy még olyan mértékben nem futott föl, de természetesen, hogyha türelmesen várnék, akkor az élesztő teljes mennyisége felfutna. Most viszont elkeverem a tába, hogy ne tapadjon meg az élesztő az elején falához, és úgy fogom hozzáadni a dagasztáshoz. Rendben van, és most már csak egy összetevője van a tésztának, ami még nem került bele, és még egyelőre nem is fog, az nem más, mint a zsíradék. Jelen esetben vajat használok, a megadott mennyiségben használhatok akár margarint is, hogyha azt tartjátok jobbnak, kedvezőbbnek, illetve zsírt is tudtok használni, hogyha zsírral szeretnétek elkészíteni a receptet. Arra viszont oda kell figyelni, hogy zsírból a megadott vajnak ugye 80%-át használjátok, a zsírtartalom, illetve az állagvéget is, hiszen a zsír az egy picit jobban lágyítja a tésztát, mint a vaj. Nos, viszont a vajat azt majd csak akkor fogom hozzáadni a tésztához, hogyha megkaptam egy összefüggő tésztaállagot. Ez azért van, hogy elsősorban a liszamcsék azok a folyékony, nedves összetevőkkel tudjanak érintkezni, ne vegye őket körbe a zsíradék, ezáltal a sikerszerkezet ki tudjon alakulni, és a tésztának inkább foszlós, mint sem omlós állaga legyen. Ízesítés gyanán, nekem most nincs itthon, de legutóbb úgy csináltam, és nektek is ajánlom, hogy 2 vaníliarúdnak a kikapart magját adjátok hozzá a tésztához, nagyon finom íz fog neki biztosítani. Tehát indulhat a dagasztás, körülbelül 2 perc lassú dagasztás, 8 perc gyors utáni dagasztás, egy átlagos dagasztási programmal lesz, a tésztát el tudjuk készíteni. Rendben van, megkaptam egy egyöntető összefüggő tésztaállagot. Igazából már nem túl fogós, de azért nem is annyira lágy a tészta. Most még hozzákerül a zsíradék, ahogy mondtam, ami még javába fog lágyítani a tésztán. Tehát a vajnak teljes mennyiségét hozzá lehet adni a tésztához, és így, hogy hozzá van adva a vaj, így készre lehet dagasztani a tésztát. Rendben van, a tészta elkészült, a dagasztóprogram nagyon szépen kiragasztotta a tésztát, és igaz, mindig elmondom, de most ragyom ki át, ha valaki először nézi ezt a videómat. Ezt a tésztát is el lehet természetesen készíteni kézzel, de hogy mind a többit, én is nagyon sokáig dagasztógép nélkül kézzel dolgoztam, és akkor mutatnék nektek egy tésztaállagot. Ahogy láthatjátok, egy nagyon szép sejmes, illeti közepesen lágy állagú tésztát kaptam, nagyon szép színe is van. Ezt a tésztát visszarakom ide a dagasztótába, ahol dagasztottam, de akár át lehet tenni egy másik tálba is, ahogy gondoljátok. A tálat lefedem a fedelével, hogy óvjam tészta felületét a kiszáradástól, és így fogom szobahőmérsékleten érlelni, pihentetni a tésztát. Nos, a tésztaérésnek az ideje 60 perc volt, kereken 1 óra, és ahogy láthatjátok, a tésztaérés ideje alatt hatalmas térfogat növekedés ment végbe a tésztába. Ezt a tésztát most kiborítom először ide az asztalra, nagyon szépen elválik a tálától, nagyon szépen légiesedett, és egy nagyon jó, nagyon szépen dolgozható állaga lett. Tényleg élmény lesz a tésztával dolgozni. Az első lépés, hogy elosszuk a tésztát, én arra gondoltam, hogy osszuk 10 egyenlő részre, az körülbelül 90-95 g között lesz, így van. Körülbelül 94 g-ra kell elosztani ezt a tésztát, ahhoz, hogy 10 egyenlő részt kapjunk.
rendben van. A tésztát 94 g-ra elosztottam, meg is kaptam 10 egyenlő részt. A következő lépés a tésztadaroboknak a felgömbölyítése lesz. Természetesen elmondanám, hogy ezt a fajta technikát általában pékségekbe alkalmazzuk, azért mert ezeket a tésztákat egy nagy darab buckóba feladjuk, fölgömbölyítjük, és ezeket tésztaosztó és gömbölyítő gép segítségével formáljuk meg, így egy picit gyorsabb, mint hogyha kiszaggatnánk a fánkokat, de igazából szép magas fánkokat is lehet sütni, és ezáltal egy picit garantáltabb, hogy lesz alagja a fánkoknak, mivel a nyújtásnál nem biztos, hogy mindig olyan vastagságra nyújtjuk le, ami optimális ahhoz, hogy a szalag is kialakuljon. Tehát ajánlom nektek, hogy próbáljátok ki ezt a fajta technikát, de hogyha már rutinosak, ügyesek vagytok, tudjátok, milyen vastagra nyújtsátok a tésztát ahhoz, hogy szép fánkot kapjatok, akkor nyugodtan szaggatóval a hagyományos módon is el lehet őket készíteni. Tehát mutatok egy egyszerű gömbölyítési formát, igaz már sokszor bemutattam, de most is bemutatom, hát ha valaki még nem látta, egy picit széthúzom a tésztát, és elkezdem az oldalait lefelé hajtogatni, egészen befele a közepe fele, és így továbbra is forgatom a tésztát és húzom, és ezáltal egy ilyen gömbölyödett formát kapok. Erre van több fajta technika is, amilyen egyszerűbb, igazából én most ezt mutatom be, mert ezt tök egyszerűnek látom. Hogyha így nagyjából egy picit már feszesebb alakot megkaptatok, akkor az alsó záródó részét a két kézzel közé beveszitek, és még egy picit így összedolgozzátok, ezáltal feszesítitek a felső felületet, felül szép sima, gömbölyödett lesz a felület, alul pedig ahogy látjátok így záródik a slussz. Így hogyha megvan egy ilyen zsemle forma, akkor elrakjuk egy konyha ruhával bélelt tálcára, és akkor mutatok egy másik fajta gömbölyítési módszert, ami igazából a hatékonyabb és feszesebb formát tudunk, illetve sajnosabb formát tudunk felületet tudunk neki varázsolni. Az úgy fog kinézni, hogy kifeszítjük a tenyérünket, ráhelyezzük a tésztát, a másik tenyérünknek először a felső kézélével nyomjuk egy picit lefelé a tésztát, köré feszítjük az ujjainkat, körkörös mozgást végzünk, a tészta a felső kezünknek ellentétes irányba forog, alul záródik össze a slussz, fölül pedig feszesedik, gömbölyödik a felület. És amikor mellék feszesnek érezzük, akkor abba hagyjuk, fontos, hogy itt fölül ne szakítsuk meg a felületet, hanem ilyen szép sejmes maradjon, alul pedig ott az összezárt slussz. Ez a kétfajta technika közül ki lehet választani, hogy hogyan gömbölyítjük. Ezt a slájfolást akár páros kézzel az asztalon is lehet csinálni, hogyha van már benne gyakorlat, és akkor így fölgömbölyítjük az összes tésztát. Igazából ez egyfajta zsemleformázás. Most elkészültek a buckók, megpróbálom nagyjából egy távolságra elrakni őket egymástól kötésben, hogy sehol ne érjenek össze a kelesztés folyamán. A következő lépésben letakarom őket egy konyharuhával, és még föléjük helyezek egy ilyen műanyag fóliát is, hogy óvjam a felületeket a kiszáradástól. Igazából általában a kelesztés az párás légtérben szokott történni, de mivel házilag nem tudjuk előteremteni annyira ezt a párás légteret szobahőmérsékleten, ezért a letakarásnak köszönhetően a saját elengedett páráig fog ismét visszacsapódni a felületükre, és ez fogja őket óvni a kiszáradástól, így a külső rész is fogja tudni követni a térfogat növekedést a kelesztés folyamán. Most a fánkok megformázása óta 50 perc telt el, és 50 perc keresztés után én már úgy látom, hogy nagyon szépen növekednek, úgyhogy már bekapcsoltam a főzőlapot, és szépen elkezdem előmelegíteni az olajat, hiszen meg lehet kezdeni lassan a sütést. Tehát a fánkoknak a szobahőmérsékletű keresztés idejét körülbelül 50 és 65 perc közé kalkulálnám. Én használok egy ilyen sütőhőmérőt, amit igazából ide az olajba is bele tudtam állítani, így tudom ellenőrizni az olajnak a hőmérsékletét, ajánlom nektek is a beszerzését, természetesen a rutinosak, azok már egy kis darab tésztát beledobva is meg tudják állapítani, hogy mikor optimális az olajnak a hőmérséklete, de ez akkor is egy nagyon hasznos eszköz, és nagyon sok profi is használja, ez nem azt jelenti, hogy valaki nem tud sütni, látjátok, hogy én is előszeretettel használom, érdemes az olaj hőmérsékletét 170 és 180 Celsius fok közé belőni,
és ott megállítani, tehát utána úgy kell visszavenni a főzőlapnak a teljesítményét, hogy a 170 és 180 Celsius fok között megálljon a hőmérséklet, mert a sütésnél egy nagyon fontos probléma lehet, hogyha túl magas az olajnak hőmérséklete, 200 fok fölött van, akkor kívülről nagyon hirtelen megkapja, sötét lesz a fánknak a színe, viszont belülről nem fog teljesen átsülni a tészta. Hogyha pedig nagyon alacsony az olajnak a hőmérséklete, akkor kívül nagyon lassan sül, és ezáltal a tészta a hosszú sütési idő alatt megszívja magát az olajjal, és olajba tocsogó fánkat kapunk, ezért érdemes a sütőhőmérőt beszerezni, hogy tudjátok ellenőrizni. Tehát a fánkoknak a sütéséhez célszerű egy szélesebb lábost használni, én egy 24 cm széles átmérői lábost használok, amiben töltöttem egy picit talán több, mint egy liter olajat, tehát bőolajba kell sütni, legalább egy liter olajat kell használni, vagy annál esetleg egy picit többet. Szükségünk lesz az edénynek a fedelére, majd amikor sütjük, akkor el fogom mondani, hogy miért, illetve egy fakanalat használok a forgatáshoz, és egy ilyen lyukacsos kanalat, amivel ki fogom szedni a fánkokat, egy tálcát pedig ide kipapíroztam, amire a kisült fánkokat fogom rakni. Rendben van, az olaj elérte a sütéshez szükséges hőmérsékletet, úgyhogy meg is kezdhetjük a sütést. A hőmérőre már nem lesz szükség, mert azt már kitapasztaltam a főzőlapon, hogyha a 9 fokozatból 6-osra állítom a főzőlapnak a teljesítményét, akkor meg fogja tartani az olaj ezt a hőmérsékletet, nem is esik vissza, illetve nem is melegszik túl. Tehát első lépésként kitakarom a fánkokat, és akkor megfogom az első tésztát óvatosan, nem nyomkodva fölemelem, és a felső felületével lefele fogom az olajba forgatni, és egy ekkora méretű tálba elvileg 4 darab bele fog férni, úgyhogy még 3-at belerakok mellé gyorsan. A többi fánkot visszatakarom, és rárakom az edényre a fedelét a sütés első szakaszába. Erre azért van szükség, hogy a fánkoknak az elengedett pára, illetve hát az olajból felcsapódó pára, az visszacsapódik a fánkoknak a felületére, és ezáltal a tésztának a felfelé néző részét is éri a hőhatás, így nagyobb térfogatnövekedést tud végbe menni, úgyhogy a fedő nélkül sütném. Természetesen ennek a fajta sütési módnak itt a sütés kezdeti szakaszában a jelentősége, hogyha az első felük átsült a fánkoknak és átforgatjuk, utána már le lehet venni a fedőt, viszont a megsült rész már nem fog növekedni. Hogyha az optimális olajhőmérsékleten sütitek a fánkokat, akkor kb. 3-3,5 perc után már megkapják a kellő szint a fánkok, de természetesen azért érdemes benézegetni alá, nehogy nagyon megkapja. És igen, ahogy látom, nagyon szép szint kapott már a felső felületük, mivel ez lesz majd a tetejük a fánkoknak, és ezért átforgatom őket. És így az átforgatás után már így fogom tovább sütni őket, így egy picit gyakrabban be tudok ellenőrizgetni, hogy a másik felük is hogyan sül, a másik fél már egy picit gyorsabban át fog majd sülni, mint az első oldal. És akkor ismét körülbelül egy 3 perc telt el, és én már bekukkantottam a fánkok alá, és ahogy láthattátok, alulról is nagyon szép szint megkapták, úgyhogy itt az ideje, hogy kiszedjük őket. Így az összsütési idő az körülbelül olyan 7 percre teltő, de természetesen ennél az olajhőmérsékletnél. A sütési időt az olajhőmérsékletnél szabályozhatja, és ahogy láthatjátok, tényleg egy szép kis szalagjuk is keletkezett. Ezeket a fánkokat kirakom most. Nagyon szépen megnőttek, csodálatosak lettek. Szerintem teljes kiörlésű disznél ekkora térfogat növekedés az igazán pozitív, és ez természetesen majd a tésztának az állagában, amikor fogyasszuk, illetve eltépjük, akkor is majd érzékelni lehet. Hát az első adagnak a sütésével így megvagyunk, és akkor ugyanígy fogjuk tovább folytatni a sütést a többi fánkkal, amiket már érzem, hogy egyre jobban kelnek meg.
Most elkészültek a fánkok, és ahogy ti is láthattátok, kinézetre nagyon szuperül sikerültek, és az íz se kell bizonygatnom, mert megkóstoltuk, és tényleg a feleségem szerint például finomabb, mint az eredeti szalagos fánk recept, amit megadtam. Szerintem is nagyon-nagyon finom, ízletes, a cukorpótlószernek egyáltalán nem érződik, és semmiféle mellékize, tehát tényleg nagyon tökéletes az íz. Most pedig következhetne a vanília pudingnak az elkészítése, amit a videó leírásában megadok, az is hozzáadott cukor nélkül teljes körléslisztel készül. Hogyha gondoljátok, azt meg tudjátok csinálni, és habzsák segítségével bele tudjátok tölteni akár a fánknak a belsejébe, de akár el tudjátok vágni a fánkot és úgy megtölteni, vagy akár csak tunkolni a pudingba, nagyon finom. De ahogy mondtam, cukormentes lekvárkészítmények is már rendelkezésre állnak, be tudjátok szerezni, és azzal tudjátok fogyasztani. A sütésről most nem kell beszélni, mert igazából ez bele mutatva, láttátok, hogy hogyan zajlik. Inkább eltépnék egyet, és akkor megnézzük, hogy tényleg belülről is hogyan néz ki. Tehát ahogy láthatjátok, nagyon szép foszlós az állaga, és azt nézzétek, hogy tényleg milyen szép laza ez a bélzett kép. Én úgy gondolom, hogy nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, mert tényleg csodálatos. Remélem, hogy tetszett ez a videó, azt is remélem, hogy kipróbáljátok a receptet. Hogyha ez így lesz, akkor kérlek alul nyomjatok egy lájkot a videóra, illetve fel tudtok iratkozni a YouTube csatornára, hogy a további receptekről is idejébe értesüljetek. Facebookon és Instagramon Gábor a házipék hivatalos néven vagyok elérhető, illetve a weboldalamnak a webcíme gaboraházipék.hu. Jövő héten jelentkezik egy újabb recepttel, csütörtöki időpontban, csütörtökön délután. Addig is minden jót kívánok nektek, sziasztok! A recept teljes írott formája a videó alatt megnyitható leírásban megtalálható.